A New Yorkban egy barátságos, kopott öreg úr le akart húzni egy konyakra, és mikor mondtam, hogy nincs pénzem, nekem is az a másik fickó fizet, mutattam a Tamásra, az öreg megsimogatta a kezem, száraz, meleg volt az érintése, és gyengéden azt mondta, ne kaserold magad, csárdás királyfi, tele vagy te dohánnyal, a nőkből élsz. Ez a nagy bizalom levett a lábamról, és kikértem neki a konyakot. Sárkány, a költőnek indult turf újságíró azon bánkodott, hogy még senki se írta meg a lolítaság jelenlétét a magyar irodalomban, pedig már nagyon itt volna az ideje. Ezeknek fintorodott el Kanicki, aki abból ért, hogy Strómanként a rádiókabaré poénjait írta. Rögtön ráfognák, hogy pedofil. Pedig annyi minden lenne, búslakodott Sárkány, igazi csemegé. Nincs is annyi, vélte a szatírfejű Metzger Karcsi, aki arról volt nevezetes, hogy egyszer megevett 17 orosz málna krémest. Ez egy prűd ország. Sárkány alkoholködben úszó személy felcsillant, és erősen racsolva sorolni kezdte. Aditól a holnap utáni asszonykák, déli óhák, kacagó tehek, vidám utcák. Ti tudjátok, hogy szinte meghalok azokért néha, kikre bátran nézni se merek. De Aditól van egy csomó állítota, és persze Csá, Csolnoki, Krúdi, meg az igazi menő, Kosztolányi, a jó Dezső, a seggecskétek két kis gumilapda, és szörp a nyálatok ezüst patakja, ki, hogyha ültök a terpet, lábbal álltok, aranyat pisíltek és habot kakáltok. Sőt, egy Pöttyös című senki által nem ismert József Attila vers is. Ifjú kínokban szenvednek mind-mind a bénülő füvek. Engedjétek hozzám a kisdedeket, üvöltötte sztentori hangon Tamás. A szép arcú csaj visongott a gyönyörűségtől, a langalita tátott szájjal figyelt. Egy nagy darab kövérkés barna csaj fölállt, hogy na, ebből nekem elegem van, de miután kipössentette magát, visszaült. Egy fakó, fonnyat, mísz, mihorna, aki addig egy szót se szólt, elkezdte ráncigálni a Kanickit, hogy menjenek már haza, mire az vigyorogva elmagyarázta, hogy azért szeretek kávéházba járni, mert addig sincs otthon az ember, és azért mégse vagyok jó levegőn. Ez nem is a te dumád, fontoskodott Tamás, ezt a Királyhegyi mondta. Na és akkor már nem jó, dohogott Kanicki. Kertész Pityesz, a mindenhonnan kitiltott dramaturg, aki úgy nézett ki, mint egy antiszemita propagandafilm főszereplője, elmagyarázta, hogy lehet itt boldognak lenni, csak mi kitérünk előle, begubózunk a saját neurózisunkba, és nem vesszük észre, hogy a világ tele van csodákkal. Megígértem neki, hogy nyitottabb leszek. Mi baja van ennek, kérdezte Tamás. Teljesen megbudjan? Megint lezsidózták a villamoson, súgta Metzger, mire Tamás megértően bólogatott. Egy elállófülű, korán kopaszodó közgazdász azonban ellenállt Kertész Pityesz evangelizációs törekvéseinek. Most jött vissza Amerikából, és feljogosítva érezte magát, hogy tudományosan is bebizonyítsa, ebben az országban nem lehet élni. Már a tarthatatlan egészségügyi viszonyoknál tartott, amikor Tamás javaslatára átmentünk a mesebárba. A mesebár jó választásnak bizonyult. Tamásnak volt ott valami ismerőse, aki mindent fizetett. Maszek csempés volt az illető, 50 körüli kutyafejű pali, akiről egy adott ponton kiderült, hogy velem egykorú. Az volt a fixa ideája, hogy mindenkit át tud verni. Adriano Cselescsávó mutatott magára ernyesztő gyakorisággal. Amúgy a jobb budai kerületekben épülő szürkés darab kockatársas házakban csempészett, és állítása szerint assózott a sok káderre, mérnökre, meg doktorra, mit akart. A mi lányaink nagyon bejöttek neki, különösen a szép arcú szemüveges. Színes misungos extra olasz csempét ígért nekik, de az csak vihogott és túlbeszélte az ürgét. Aztán egy még nála is részegebb haverja jelent meg. Max Linder mutatta be a csempés, pedig Lalinak hívták. A habsi nőgyűlölőnek vallotta magát, és többször nekifutott, hogy elmesélje az okát, de sehogy se sikerült a végére jutni. Geci kommunisták, legyintett végül keserűen, és rendelni akart egy rundot. Nem vártuk meg. A csempés tartóztatni próbált minket, és nekünk is beígért egy import metlahit.
Mondd meg nekik, Tomikám, hogy én nem csinálok segget a számból, te ismer szegge, bazd meg. Kifelé menett, a muzsikfejű pincér félrehívott, és felajánlott néhány eredeti pornókazettát. Tamás azt akarta, menjünk fel hozzá, de mivel az anyja szobáján kellett volna átosonnunk, nem pártoltam az ötletet. A két csaj sem. Azán átmentünk a rózsapresszóba, ahol egy filmgyári díszletes, a Tamás régi jó ismerőse azt ünnepelte, hogy 19 év után kapott telefont. De nem volt felhőtlen az öröme, mert attól tartott, hogy mostantól majd nem mehet el hazulról, hát ha épp akkor hívják. Aztán átmentünk a Kiskópéba, ahol egy platinaszőke Dagacs Pinkó arról biztosított minket, hogy 22 ember dolgozik a keze alatt. Akkor ez a 22-es csapdája, konstatálta Tamás, és rendeltetett vele egy unikumot. Érthetetlen módon a csajok már nem voltak velünk, de nem is bártam, mert a szép arcú állandó viháncolás az agyamra ment. A platina szűke spiné először Váci Mihály, Valami nincs sehol című versét kezdte el szavalni, aztán a lánya dögösségét ecsetelte, és hozzá pajzánul kuncogott. Nem volt világos, hogy csak dicsekszik vele, vagy ránk akarja tukmálni, mert hogy a fényképét is megmutatta.